Több mint egy évtizede nem volt ilyen olcsó a kőolaj világpiaci ára, ebből kifolyólag Romániában olcsóbban is tankolhatnánk, de az üzemanyag árának közel kétharmadát az adók és illetékek teszik ki. 2014 áprilisában a kőolaj hordonkénti ára 108 dollárba került. Most ugyanennyiért alig 32 dollárt kell fizetni, azaz több mint harmadára csökkent a világpiaci ár. A romániai töltőállomásoknál azonban szó sem lehet ekkora árcsökkenésről. Jelenleg átlagban 4,80 baniba kerül egy liter benzin, míg a motorinát 4,50 baniért lehet beszerezni. A gépkocsi vezetők azonban értetlenül állnak a helyzettel szemben. Néhány banival csökkent, de hát ez csak nem semmiféle előnyt nem jelent számunkra. De nem tudom, mi az oka ennek? Miért nem veszik le? Miért nem viszik le? A válasz egyszerű, az üzemanyag árának nagy részét ugyanis az adók és illetékek teszik ki. Mire a töltőállomásokig jut, az üzemanyag ára jelentősen megugrik. Benne van a haszonbérleti díj, a helyi adók és illetékek, a szállítási, a jövedéki, az oszlop, a jövedelem és a profitadó, az áfa, a természeti erőforrások kiaknázásának, valamint a munkának a megadózása is. 11 éve nem volt ilyen olcsó a kőolaj világpiaci ára, ennek ellenére Romániában az üzemanyag ára jelentéktelen mértékben alig néhány banival csökkent, és ennél jobban nem is nagyon csökkenhet, ugyanis a benzin, illetve a motorin a végső árában az államnak befizetendő adók és illetékek 58%-ot tesznek ki. Egy teljesen abszurd helyzetben, amennyiben a kőolaj hordonként ingyenes lenne, akkor is Romániában egy liter benzinért 2,50 banit kellene fizessünk. Amennyiben a kormány nem vezette volna be a sokat vitatott 7 eurocentes jövedéki adót, amely a jelenlegi árban hozzávetőlegesen 50 banit tesz ki, most a benzinára 4,30 bani körül mozogna.